Ja, üdvözöllek benneteket, szeretettel. Kezdjük meg esetleg, hát ha lesz belőle valami, hát ha jön valaki. Addig megpróbálom följutatni a Facebookra is az információkat, hogy rajta vagyok, de nem egy könnyű, de hát megpróbáljuk, azt mondja Facebook. Aha, kezdve post a Facebook, na, sikerült. Jó, YouTube channel. Hát gyerekek, azért gondoltam, hogy erre jövök rá, mert itt jobban több ember tud följönni rá. Ja, hát megvárom majd, hogy jöjjetek, azt mondja, hogy a Facebook, jó, van chat. Ezt el lehet zárni, Facebook az marad. Jó. Na. Hát ha. Még egyelőre sem senki. Ha várakozunk egy kicsikét. Egy óra múlva. Láng Vince, egy óra múlva itt vagyok. Közben adunk egy kis zenei aláfestést is. Ja. Ja, jelentkezett valaki. Én nem tudom kicsoda, de reméljük, hogy jönnek. Lejjebb veszük a zenét. Hát kozmikus felemelkedés, gyerekek. Tudjuk, hogy hol vagyunk, akkor könnyű felemelkedni. Tudjuk, hogy ki vagyunk, akkor még könnyebb. Tudjuk, hogy mi a feladatunk, mi a sorsunk, akkor az a legkönnyebb talán. Nézzük, sehol senki még egyelőre. Hello! Megnézzük a chat, megnézzük, hát ha le tudja participate, oké. Hát ha... Ráírjuk, hogy... Még nem jött. Úgy látszik, nehezebb közvetíteni a YouTube-ba. Ha nincsenek érdeklődők, akkor nehezebb álljuk hát a live chat, azaz. Hát itt bárki bármit fölírhat, ha itt van valaki. Nézzük. WhatsApp, Uran. Még egyszer, majd fölé rakom ezt. Ja. Copy. Ah, thank you.
Oké. Okay. Szívesen látlak benneteket. Már ha valaki van. Még nem látok senkit. Hát, várakozunk egy kicsikét. Live chat, jó. Megnézzük, hogy mit vélsz. Hát, jó, senki. Hát, na jó. Lehet ideírni, tudtok ideírni, üdvözöllek benneteket, ha akartok. Gondolkoztam rajta, hogy hol közvetítsek, de megpróbálom itten. Hát, ha összegyűl egy kis érdeklődés, a felemelkedés, az nem egy könnyű játék. Elsősorban tudni kell az, hogy tulajdonképpen az embernek a belső világát megérteni, hol él, és akkor már könnyebb a kérdés, mert itt a Föld az egy ilyen kozmikus óvi iskola, ahol az emberek tényleg deszületnek, fejlődnek, és felemelkednek különböző szintekre. Általában oda, ahol szeretnének jutni, de minden esetben, mert hát mindent valóban az embernek meg kell érte dolgozni, vagy meg kell tapasztalni először. Hát látom, hogy ketten vagyunk, az is valami. Hát szóval a felemelkedés az különösen mai világban mindenütt, minden borotva élen táncol a bolygónk. Elérte azt a kritikus pontot, ahol már nehezen tudja fönntartani a lakosságot, ami túl léptük a határt, a józan értelem, józan észhatárát, úgyhogy ez általában van természetes változás, természet feletti, és ez az embereknek kellene alkalmazkodni, ha tudnának, de minden lehetséges, akarat függvénye. Most a felemelkedés az, látom, hogy szaporodunk, írjatok valamit ide, hát legalább látnám, hogy ki van itten, vagy ki, hogy, de nem látok senkit név szerint. Mert még a Facebookon látom, hogy ki tartózkodik itten, de itt nem látok semmit. Nem tudtok írni, megnézem, hogy lehet ezt megoldani, live chat, top chat, hát ha most lehet. Vagy csak azért gondoltam, hogy írjatok, hogy érezzük egymást, mert ahogy nem olyan könnyű. Mert néha úgy érzi az ember, vannak emberek itt, de nem, nincs meg az a, hogy mondják, az a belső intim kapcsolat, mint amikor lássa az ember a nevét, vagy írnak egy pár szót. Hát igen, visszatekintve a felemelkedés, minden, különösebb a korban minden lehetséges, minden. Nincsen senkinek a sorsa meghatározva, az embereknek a sorsa a saját kezében lenne, ha tudnának róla, az emberi gondolatok és a cselekedetek meghatározzák az emberek jelenét, és jövőbeli jelenét is, mert minden most történik. Hát ez nagyon nehéz elmondani, hogy érezzük, hogy az idő múlik, de mindig a jelenben vagyunk, mert egy óra múlva is pont abban az órában jelenben fogunk lenni. Szóval az idő az viszonylagos. A lényeg az érdekes, hogy nem számít, hogy merre voltunk, merre vagyunk, a fontos, hogy merre akarunk menni, haladni. Na, hogy haladás a Földünkön
korlátolt, behatározott, de a belső fejlődés az egyénektől függ. Na nézzük hátunk valakit. Csodálkozok, hogy nem is senki. Üdvözöllek még egyszer. Öten vagyunk már, ez már valami. Várom, hogy reagáljon valaki. Szia, Jenő, üdvözöllek, Szatmári Zoltán. Na, rég láttalak. Na, egy ember jelenkezett. Na, ez csodálatos. Hát nézd, beszélgetnénk a fölemelkedésről. Nagyon. Én is örülök neked, persze. Hát rég láttalak, gondoltam, hogy ha te írsz, akkor én tudok válaszolni, de amúgy próbálnám, hogy az embereknek vannak olyan lehetőségei, amivel ha tudnak, tudnak róla, tudatában vannak, akkor a tudás és a tudat által meg tudják határozni az önmaguk sorsát és az önmaguk felemelkedését oda, ahova szeretnének jutni, vagy pedig onnét, ahol származnak, mert nagyon sokan élnek a Földön most, ahol magasabb szférákból, magasabb életszintekről érkeztek ide azért, hogy tanuljanak, tapasztaljanak, lássanak, és ezek valószínű vissza akarnak jutni oda. Hát a Földünk azért egy lezárt matrix, egy élettér, amiben ha az illető vállalkozott egy feladatra, akkor azt végig kell játszani, végig kell vinni, a feladatot teljesíteni kell. Ha pedig a sors az olyan, mint egy meghatározott program, hogy mondják, fölvilágosító program, amiben az ember rájön a saját magasabb ényére, valóságára, és megérti az életét, megérti a sorsát, a hivatását, és össze tud kapcsolódni a fősőbb ényével, fősőbb létével, és ezáltal oda teljesíti a földi feladatokat, mert hát itt azért van, tanítani kell az embert, önmagát is, az embertársait is. És ez nem egy kis dolog a mai világban, ahol mindenki borotva jelen táncol, és mindenki föl van csigázva. Föl van tekeredve a csigára, búgó csigára. Szóval, ja, viccesen mondjuk, hogy nagyon nehéz ezt teljesíteni. Na, még egyszer mondom, szívesen látom a írmát, legalább tudom, a Szatmár itt van. De többieket még nem ismerem, nem tudom, nem látom. Hát a felemelkedés tulajdonképpen rajtunk múlik. Ha megáldjuk önmagunkat, szeretetünk, belső szeretetünk, szentségünk által, könnyű a felemelkedés. Ezzel kell lenni, önfelismerésnek meg kell lenni, hogy nem azok vagyunk, amit megfogunk, hanem azok vagyunk, akik belőle. Valahogy bennünk él itt valahol a belsőnkben. Hát a meghatározott rész az embernek megvan a szentsége, istensége, amit tudata igazol. Minden egyes embert igazolja a tudata. Önmagába vetett hite, az önmagába vetett akarata, elképzelései meghatározzák a sorsát, a közeljövőjét. Hát az emberiség nagy része, ezt gondolom nehéz nekik fölfogni, de mindenkörül gondoskodnak a világegyetem, az egy szuperintelligens lény, egy egységbe, értelembe, tudatba, létbe, személyisége megvan neki, ami azt jelenti, hogy a személyiségünket is megadta számotokra, számomra, ami isteni eredetű, szent az emberek személyisége, ha föl tudják ismerni az önmaguk lelki, szellemi és spirituális valóságát, akkor már megvalósítják önmagukat különböző szférákban, akkor könnyű a felemelkedés.
Hát a félelemmel szembe kell nézni. A félelem általában tudatlanságon, tapasztalatlanságon alapszik. Na most a félelem, amikor az illető önmagába se hisz, magába se bízik. Ezt kivetíti a körülötte lévő valóságba, és az teljesen visszatükröződik. Szóval egy ilyen önpusztító, vagy önfölemelkedő folyamat, ami gondolataink és érzelmeink és cselekedetünk által meg tudunk valósítani. Hát a jó tudni, hogy az ember honnét származik az igazi eredetét, nem a biológiai eredetét, nem a biológiai atyát, mert az a fizikai a apja, anyja, az adta a genetikai kódot, a DNA-t és életplazmát. Valójában nem azok vagyunk, nem. Ők csak egy formába járulnak hozzá a belső fejlődésünkhez. A másik érdekes dolog van a következő szülő, az első, a biológiai, akit mindenki tudja, anyját, apját ismeri. A másik az érdekes módon Ádám és Éva, aki biológiailag fölemelte az emberiséget egy magasabb szintre, akik szuperlények voltak, hogy lehet mondani, félistenek, félemberek, itt éltek a Földön, megközelítőleg 40 ezer éve ezelőtt. Már szinte olyan magasak voltak, mint az Avatar filmben lévő lények. 2-3 feje magasabbak voltak az ősembereknél. Ők is biológiailag hozzájárultak az emberek DNA, géne és a szellemi, értelmi, lelki fejlődésükhez. Ez 40 ezer év rég volt. Ez a második szülő. A harmadik a szisztéma. Atya, a szisztéma, ami 1000 lakott bolygót ölel át. Ezen megvan a neve is, azt nem akarom megemlíteni, a nevét. Hát ez 1000 bolygó, lakott bolygó fölött bábáskodik, irányítja, szervezi, tervezi a különböző létformákat, biztosítja a fönnmaradását a biológiai lényeknek, a legalacsonyabb szinteken is. Szóval ez a harmadik. A negyedik, a szisztém, erre az egész világegyetem meg van szervezve elég jó. A negyedik az a 10 000 lakott bolygónak az atya, irányító atya. Képzeljétek, 10 000 lakott bolygóra figyelni rá. Hát persze, mert neki megvannak az ő lényei, akik besegítenek, akik valószínűleg több száz milliárd lényre gondolok, akik ezeket a 10 000 bolygót irányítják a különböző szférákba az életet, emelik, támogassák, vagy éppen jutalmazzák, vagy büntetik, ez a már a negyedik atya. Az ötödik, amiről már hallottunk itt a Földön, Jézusról hallottunk, ez a mi helyi világegyetemünknek az eredeti atya, aki ő megalkotta a tejútrendszernek ezen a részén az életet. 400 milliárd éve ezelőtt, képzeljétek el, 400 milliárd éve munkája van, hogy kialakult a környező több ezer fényév távolságban az élet, a megközelítőleg 3,5 millió bolygón uralkodik jelen pillanatban, majd a közelebbi szférákban 10 millió lakott bolygó lesz. Csak a naprendszerünkben is vannak még lakott életterek. A tudósok egy beavatott része tudja, akinek tudni kell, azt tudja, vagy aki már elérte azt a tudati szintet, hogy tudja békésen, nyugodtan bölcsen fogni, az is tudják, hogy a naprendszerünkön belül is vannak intelligens, értelmes lények. Hát aztán körülöttünk meg nyüzsögnek. Minden szinten mindenki itt van, gyerekek. De jó tudni. Szóval öt atyát
fele mondtam el, a biológiai, a saját anyánk, apánk, a Ádám, Éva, a szisztém ezer bolygóról, a rendszer, az 10 000 bolygó, és a helyi világegyetem megközelítően 10 millió bolygóról beszélünk, ahol folyamatban van az élet telepítése, az élet hordozók viszik az életnek a magjait, a bolygókat stabilizálják, betelepítik, kolonizálják, és update-olják, módosítják, tökéletesítik, mind a Földünkön is mennek milyen. Most az érdekes dolog a következő szinten van a teljútrendszer, ami meghatározott, 100 000 rendszer van, egyenként 10 000 lakott bolygóval. 100 000-szer 10 000 lakott bolygó az 100 milliárd. Na most érdekes módon ezek nem mindegyik természetes bolygók, rendszerek, ezek vannak mesterségesen megalkotott, artificial rendszerek, még naprendszerek is vannak mesterségesek. Hát a napokat tudják stabilizálni, a naprendszereket befolyásolják, különleges energiarendszerekkel dolgoznak, amit még ismeretlen az emberek számára. Majd idővel meg fogjuk ismerni, akit érdekel. A technikai része az korlátolt, az embernek a fölfogó képességének a függvénye. Meg fogjuk ismerni ezeket a dolgokat, aki akarja. Az akarat lenni vagy nem lenni, rajtunk múlik. Választás rajtunk múlik. Elhatározás rajtunk múlik. Akarat rajtunk múlik. Azt mondja, hogy van akarat, ott van lehetőség. És ez az igazság. Nem akarásnak nyögés a vége, a nyögésnek semmi a vége. A hatodik atyáink azt meghatározták a Bibliában, azt mondja, hogy Inchance of Day, az öregek napjai, a három szuper lény uralkodik, ez már hatodik atyánk uralkodik ezen a szuper világegyetem felett, ami a teljútrendszer. Mondom, 100 000 lakott bolygó. És a hetedik, ami a világegyetem központjában létezik, egy óriási galaxis. A miénk az megközelített 10-szerese, mint a mi napi teljútrendszerünk, a mi a galaxisunk 10-szerese. Ez szinte egy hatalmas energiaközpont. Nem az az energiát sugározza, vagy rendszereket, amit mi tudunk, mert nem tudjuk. Kicsikét megérintettük már ezeket a részeket. Na, ezt nevezték valamikor a hetedik atyát, a egyetemes atyának, a világegyetem egyetem lényét megszemélyesítették, mind a világegyetem egy és egy lény. A legfősebb lény, aki egybe az egész világegyetemet összefogja, de egybe a szívébe él, tartózkodik, a világegyetem központjába érdekes módon. A külső részekben 500 000 galaxis, vagy még annál is több lehet, amelyik üresek, amik még egyelőre nincs az élet. Különböző életformákkal nincsen kolonizálva, betelepítve, de ez folyamatban van. Ezek folyamatban vannak. Hát a hatodik az hatodik és helyett abszolút fantasztikának a fősőbb réte, nem csak hogy csodálatos, hanem tökéletes. Mert ez a galaxis, ami a világegyetem központjában van, a szíve valójában, a lüktető szíve, élő. Élő az egész világegyetemért, mert élünk benne. Minden élő lény. És számtalan, meg sem lehet számítani, hogy emberi észre nem lehet fölfogni, hogy milyen sokfajta élő lény, intelligens lélekkel, szellemmel, spirittel ellátott élő lény létezik a világegyetemben, intelligensek, fantasztikus, csodálatosak. Mi is azok vagyunk.
Az emberek is csodálatosak, szépek. És érdemesek a jóra és a szépre és a fejlődésre, és biztosítva van, ha élnek vele. A választás döntés kérdése, és azt minden egyes embernek magának kell dönteni, hogy lenni vagy nem lenni, áldott vagy áldozat, hogy önmagát kiválassza, hogy kiválasztott legyen. Na most értsétek meg, hogy nektek kell dönteni, hogy létezetek. Nem a pápa, nem a szent emberek. A bennetek lévő energia lény, akik vagytok, annak kell dönteni, hogy létezni akar, lesz lenni, akarok, akkor leszek. Ha vagyok, ha én vagyok, akkor én vagyok, ha én leszek, akkor én leszek. Szóval nagyon fontos ez a választás. Azért mondom, mert ez a felemelkedés, ez fontos. Ha fejlődni akarunk, ahhoz felemelkedés szükséges, ahhoz, hogy túl lépjünk ezen a fizikai formán, ami csak egy a sok közül, amit még át fogunk élni. A csodád élet csodája. El se tudjátok képzelni, hogy az élet milyen csodálatos különböző szférákba. Ez csak akkor tudja az ember, hogy kicsit belelát a dolgokba, vagy megérintik, vagy éppen elragadtatásban van része. Csak azért említem meg nektek, hogy amit átéltetek, az is szép és csodálatos, de ami vár az emberre, az a mesék, a fantasztikus filmek, a fantasztikus valóságok, a képzelet ereje nem tudja áthidalni azt a hatalmas valóságokat, amit még meg tudunk tapasztalni, amit még magunkévá tudunk tenni, és amivel ki tudjuk teljesíteni önmagunkat. Arra hát most én általánosságban függetlenül. Az embernek még van a szent, ha elfogadja magát, szembe tud önmagával nézni, akkor igen. Szóval ez nagyon fontos. Nagyon fontos, és a hetedik az egyetemes atya, Universal Father, amit különböző neveken említenek, minden egyes naprendszerben, minden egyes bolygó, minden egyes vallás, más, ugyanazt a szemét, másképp nevezik. Szóval egy, a világegyetem egy, magyar is kinevezi, világ egy. Hát ez tiszteletre és alázatra azt utalja az embert, mivel még mi vagyunk a kezdő szinten, még a fejlődésünkre sok. Ha akarunk, a milliárd évek állnak előtt. Mi is tervezők, szervezők, közös alkotókká válunk. Belépünk abba a világba, ahol alkotnak pozitív dolgokat, igaz dolgokat, szép dolgokat és jó dolgokat. Ha ennek a részévé válunk, akarunk válni, akkor már részévé válunk. Hát nagyon fontos az elhatározás. Én csak próbálok nektek egy csodálatos képet fölvázolni. Ugye, talán könnyű a helyzetem, el tudom képzelni, meg tudom látni, egy kozmikus látnok vagyok, visionary, de sokat tanultam tőlük, elsősorban ezektől a lényektől, akikről beszélek, és mondom, egy kozmikus család végeredményben, hatalmas csodálatos család, aki gondoskodnak a családtagokról. Azért is mondják az Istenek gyermekei. Hát a gyermek bízik az apjába, az apja a családba, az biztonságban érezheti magát. A szeretet, azt ők adják, csak fogadni kell. Fogadni kell, nyitottnak kell lenni, értelemben szívben, fogékonynak kell lenni, fogékonynak kell tenni magunkat az, hogy fel tudjuk fogni nyugalomban a szeretet erejét, ami élteti az embert, ami túl élteti.
az élet folyamatosságában mindig biztosítani fogja a létét, személyisége örök valóságát, mert isteni eredeti a személyiséget. Nem a papától, mamától származol végeredményben, aki valójában te vagy, az csak ők fölneveltek engemet, hogy az isteni valóságomat megtapasztaljam. Lelki valóságomat, szellemi és spirituális valóságomat át megtapasztaljam. Ez nagyon fontos, hogy ezt átélje az ember ezeket a dolgokat. Hát ezt be tudja járni az ember. El tud haladni ebből a naprendszerből, a következő naprendszerekbe, következő kultúrákba. Sőt, vannak egyetemi oktató központok a világegyetemben, különböző szinteken, ahol az embert föl tudják támasztani. Adnak új testet kap a lélek, a szellem, a spirit, a személyiség kap egy új. Hát a biológiai testünk az is porból lett, és porrá válik. Az anyagi emberek az porból lettek, és ha nem vigyáznak, porrá válnak. És ezen a földön rettentő sok por van, gyerekek. És ezek, ahol menjünk, sétálunk, tapasztalatok kint a földön, ezek mind porból, porrá vált lények. Hát a választás függvénye. Azért a szeretetet választani kell, mert az isteni világegyetem szeretettel, a család, a kozmikus család, családfők nagy szeretettel vannak az ember emberiség iránt, csak föl tudja fogni. Ez nem érzelgős, érzelmes szeretet, ez bölcs, és ez kemény. A fejlődés nem megy fájdalom nélkül. A fájdalmat vállalni kell a fejlődés érdekében. Tudom, hogy sok ember nem képes rá vállalni a fájdalmat, de ha az ember gondolatba túlteszi rajta magát, akkor már a fájdalom is elmúlik, és ha az ember a belső világában szeretetet értékeli, elfogadja, akkor már fölülmúl minden fájdalmat. És ki tudja nyilvánítani. Mert gyerekek, nincsen nagyobb ajándék a szeretetnél. A szeretetet érezni kell, fölfogni kell, értékelni kell, el kell fogadni, be kell fogadni. És utána adni, és újból, és visszatükrözni, kinyilvánítani. Nem gyöngeség, ez az erő, gyerek. Ez az isteni erő bennünk. Ez isteni erő. Ez nem gyöngeség, szeretet, hogy valaki azt mondja a másik embertársának. Szeretlek. Azért, mert egy fejlődő lény vagy, egy világegyetem része vagy. Ha nem is vagy még a tudatában, de már fogsz benned lenni. Mert azért a fejlődés minden egyes számára biztosított, és csak... Vannak azért, sajnos az emberek nagy része visszautasítja. Úgy vannak vele, ha nem úgy lesz, ahogy én akarom, és nem az lesz, amit én akarok, és nem most azonnal, akkor hát azok sajnos porrá válnak, ha csak nem döntenek. Mert a döntés még az utolsó másodpercben is számít. Nagyon érdekes. Üdvözöllek, Zoltán! Hát legalább látom, hogy azért pár ember kírja a nevét. Ketten vagytok, akik... Hát meg fölrakom majd ezt a videót a Facebookra is, hogy gazdagítsam azokat, akik gazdagodni akarnak. Legalábbis információ. Hát nekem is azért hosszú évtizedekbe kellett összeszedni elsősorban a tapasztalataimat. Nagyon sok mindent, amit elmondtam, megtapasztaltam. Azért vagyok egy kicsit furcsa számatokra, amit elmeséltem nektek, azt nem csak ott láttam, valóban ott is voltam. Hogy ez titok. De mindig valóban gyerekkorom óta úgy gondoltam, hogy minden lehetséges.
nem az elmémet, a lelkemet, a gondolataimat nem fagyasztottam meg, és nyitott voltam, hogy a lehetséges, csak gondolkodni kell róla, lehetséges. És ezt a gondolatot azt tartani kell. Újból, és lehetséges, és megvalósult. És újból megvalósult, és újból megvalósult. Csodák csodája, de el kell gondolni. Újból és újból pozitív gondolkozás tényleges, valóságos gondolkozás, örök gondolkozás, isteni gondolkozás, a pozitív gondolkozás, ahol előjön az isteni lényünk, a belső erőnk, a belső személyiségünk valósága megnyilvánul, pozitív gondolkozás, megalkossuk és újra alkossuk önmagunkat. Na most az embernek hinni kell magába. Minden visszatükröződik. Azok az emberek, akik ugyanis a hitünk igazol, a hitetek igazol, hitem igazol, hitetek igazol. És az a világegyetem visszakérdez, na, akkor miben hittél, fiam, vagy mi volt az elképzelésed, és miért tetted azt, amit tettél, és miért, vagy miért nem akartál változni, ami nem árt a mai világban, mert mindig változik, a maga föld is változik, tereform, átalakítsák a földünket. Új energiarendszerek lépnek be, új dimenziók, új fajta, nem nagyon nehéz alkalmazkodni hozzá, még nem számomra is. De ha már gondolatba tudunk, energiánkba, a gondolatok átváltoztatja az energiarendszert a testbe, a gondolat. Szóval a gondolatok meggyógyítják az embert meditációban, ha a gondolatok teljes mértékben elpusztítják az embert. Hogy milyen erős a gondolatok eleje? A jövőt. A jövőtöket befolyásolja. A jövőtöket befolyásolja. És érdemes pozitív gondolkozással jönni a jelenbe, és a jelenbe megalkossátok a jövőtöket, amit elképzeltek, a fantázia, az álmokat, azt mind meg tudjátok valósítani, az megvalósul. Most az álmok, vágyak legyenek pozitívak, építők, alkotók, legyenek igazak, legyenek szépek, és legyenek jók, mert azok isteni dolgok. És az isteni dolgok azok mindig megmaradnak a világegyetemben, magunk, bennünk is. Szóval örülök neki, hogy azért, hát majd felrakom a Facebookra is, és tovább. De ez a központ, szóval az a hetedik szféra, a legmagasabb szféra, ahol minden onnét származik, és minden oda tér vissza. Ezt lehet ebbe is be lehet mutatni, mert mindent be lehet mutatni, még vizuálisan is. Szóval ez a központ. És mi valahol itt vagyunk. Itt vagyunk, mi kis bolygónk. Egy pont a 100 milliárdban. Hát az még nagy szám, de még mindig nem olyan nagy szám. Ez az utazásunk, gyerekek. Utazásunk. A központ. Létezik. Na most... Valamikor nem tudták elképzelni, hogy föld kerek, azt se tudták elképzelni, hogy vannak bolygók, azt se tudták, hogy más napok vannak, azt se tudták elképzelni, hogy más is létezik. Na most, ha nem tudja elképzelni az ember, vagy nem akarja, a tudata megáll egy bizonyos szinten, és csak azokat a szinteket tapasztalja meg. Minél magasabb szintre emeli a gondolatvilágát, érzelmi világát, értékrendszer, belső értékrendszerét, elsősorban a szereteten és a jóságon alapszik, akkor már úton van magasabb szférák felé. Üdvözöllek, Makai Ágnes. Hát fölrakom nektek ezt a videót a Facebookra, és szeretettel veszem, hogyha megnézitek. Az utazás hosszú. Ezt az utazást, ahogy megemlítem a mi bolygónkról, a Földről, hosszú
a tejút rendszeren és a különböző rendszereken keresztül a központba, amit a világegyetem szíve léte, Isten léte, valósága, lakhelye. Ez paradise-nak mondják, paradicsomnak. Na, ez azért volt mese az embereknek, nem tudták fölfogni, nem tudták elképzelni, nem tudták önmagukba megvalósítani, hogy ez létezik. Pedig ez létezik, hát csak nézzünk föl az égre, gyerek. Minden létezik fölöttünk. Még körülöttünk is. Hát még azt se tudják a tudósok, hogy itt a Földön mi van, milyen életterek vannak a Földön. De nem csak mi vagyunk itt. A más energiarendszerek léteznek, és léteznek, kimutatták a tudósok az anyagi része, az isteni részecskék léteznek. Az isteni részecskék bennetek is léteznek, bennem is léteznek. Úgyhogy ennek tudatába kell lenni, hogy az egésznek olyan örök része vagyunk, megalkotott része vagyunk, és közös alkotókká válhatunk, akaratunk függvény. Akaratunk, szeretetünk, együttműködésünk, mert ez a világegyetem, ez együttműködik, ez a család, ez komolyan dolgozik a fölemelkedésünk érdekében, annak ellenére, hogy nagyon sok olyan hírek vannak, olyan dolgok vannak, amit az emberek nem tudnak átlátni, nem tudják összeállítani a képet, ezért a félelem, bizonytalanság uralkodik, rettentő sok bizonytalan hír. Na most mindegy, hogy milyen hír van, itt az a számít, hogy itt mi van, itt bennünk. Itt kell lenni a jó hírnek, itt kell lenni a hitünknek, magunkba és magunk által, mert az igazol világegyetem előtt, az Isten előtt. A belső hitünk igazol. Belső tudatunk, belső egységünk, integrációnk, mindenfajta vallástól függetlenül. Mindenfajta vallástól függetlenül, bár vannak uralkodók, mint családfők a világegyetemben, akiket ajánlatos elismerni, tisztelni, szeretni, mert úgy kap az ember tiszteletet, szeretetet, és kinyilvánítja az ember alázatát, szeretetét, tiszteletét, ez visszatükrözik. Akkor az az ember érzi, a szeretetet, érzi a tiszteletet, érzi az erőt, a pozitív erőt, ő maga valóságába, de ha ez képtelen az a személyiség, akkor ő magát bezárja egy bizonyos tragikus helyre, ahol csak az ő gondolatai tudják kiszabadítani. De minden lehetséges. Mindig minden lehetséges. Gondolataink, elképzeléseink, határozat, az öntésünk függvénye, úgyhogy a legjobbakat kívánok. Mindjárt még azért megemlíteni, hogy ne felejtsétek el, a legnagyobb ajándék a szeretet, és azt megkaptátok. Az Isten is szeret benneteket, abban biztos vagyok, én úgy szintén, és szeressétek önmagatokat, embertársaitokat, ahogy az Isten szeret benneteket, és én ugyanúgy, mert ez biztosítja a fölemelkedést. Higgyétek el, ez a Prime Directive, az első törvény. A szeretet fogja össze az egész világegyetemet. Az egész világegyetemet. Még az bolygót is. Addig még szeretetben lévő emberek tudnak szeretetbe jönni, addig a bolygó is megmarad. De itt időnként fog változni. Tökéletesedni. Szóval ne feledjetek el, hogy nincsen nagyobb ajándék a szeretetnél, és azt meg lehet kapni, át lehet adni, ki lehet nyilvánítani, és ajánlom, hogy legyetek, képesek legyetek arra bátorságra, arra az isteni erőre, hogy ezt a belső erőt át tudjátok adni embertársadik, ami biztosítja, biztossá teszi az embereket, abba, hogy képesek gyógyulni, képesek fejlődni, mert szeretik őket, az emberiséget, ebben biztos vagyok. Nem csak, hogy hiszek benne, tudom, tudatában, tudásában vagyok,
ezek a felsőbb lények nagy szeretet, sokan még szerelemben is szeretik az emberiséget, az egyes embert is. Ugyanúgy, csak föl kell tudni fogni belső békénkbe, nyugalmunkba, és egyé kell benne válnunk. Nyitott elmével, nyitott szívvel, hogy ezt megkapjuk, és tovább képesek tudjuk adni. A egyetemes valóságoktól függően, mert minden valóság elismeri az ember valóságát, ami egy egységben nyilvánul már, ahogy a magyar mondja, egészség. Hát még egyszer nagy szeretette, és hát remélem, hogy mondtam valamit a fölemelkedésről, mert minden egyes ember döntése től függ. Szeretet szolgálatába irántatok most is, és mindörökké legjobbakat. Ezt fölrakom nektek a Facebookra, és ott tovább meg tudjátok még nézni, de itt is a YouTube-ban is rajta lesz.